Sziasztok! Itt a uh, a Szalomon című könyvnek van egy olyan része, ami kibontja a, az ilyen negatív démoni dolgokat. Ebből olvasnék fel először is a keserűség. A zsidólevél 12. rész 15. versében a következő figyelmeztetés hangzik el. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere Fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. A keserűség gyökere, tehát nagyon sok zavar okozója. Amennyiben akár csak rövid ideig is keserűséget melengetünk a szívünkben, ezzel megnyitjuk az ajtót a démonok beözöllése előtt. A démoni tevékenység számára talán leggyakrabban ez nyit teret. Az esetek többségében a keserűség a közvetlen hozzátartozók felé nyilvánul meg. A keserűség démonai nem engedik feledésbe merülni a régi fájdalmas incidenseket. A sok éve történt esetek is olyan frissen és elevenen élnek az érintettek emlékezetében, mintha csak tegnap estek volna meg. Az ilyen embernek tehát nem elég az, hogy a jelen problémáival meg kell küzdenie, hanem újra és újra a régi sérelmekkel is szembe találja magát. A meg nem bocsájtás szelleme a legalap, legapróbb, fájdalmas részletet is elevenen tartja, és állandóan az ember eszébe juttatja. Emberünk még egy teljesen magatel dolgot sem képes, sem megbocsájtani, sem elfelejteni. Ha valahol a keserűség magatartás formáival találjuk szemben magunkat, joggal számíthatunk a keserűség, neheztelés, gyűlölet démonainak jelenlétére. Bizonyos esetekben a gonosz szellemeknek ez a láncolata még hosszabb, és a csoport még több, sőt összes tagját magába foglalhatja. E, igen, lehet látni, tapasztalni, hogy ha mondjuk találkozol egy ilyen emberrel, vagy magadba észreveszed, akkor valaki például, vagy valakivel elkezdesz beszélgetni, ezt most én teszem hozzá, ez most nem a könyvből van, tehát én zsombor mondom ezt, hogy, hogy valaki elke valakivel elkezdesz beszélgetni, én utcai evangelizációkon többször figyeltem meg, és akkor elkezdi mondani, ilyen iszonyatosan hévvel elánnal, hogy neki milyen sérelmei voltak, hogy merővel ez történt, mert az történt, mert hogy az apja, mert az anyja, mert a nem tudom ki, és úgy be, be, tudja magát lovalni ebbe, és ezek lehet, hogy 20 éve történtek, 30-40 éve, de belelovalja magát teljesen, és másokat hibáztat mindenért. Ezért itt tényleg az van, hogy ilyen bosszú állás, harag, gyűlölet, ez mind együtt jár ezzel. És van, aki egy 50-60 éves sérelmet is akár, vagy egy, húsz, vagy tehát egy régebbi sérelmet is meg akar torolni, hogy, hogy azon gondolkodik, hogy hogyan álljon bosszút. És hát voltak sajnos erre esetek is, akik ezzel kerültek börtönbe, mert akár gyerekkori sérelmet, tehát volt például egy ilyen sorozatgyilkos Magyarországon, aki azt mondta, én láttam, hogy nyilatkozott, hogy bosszút állt, azt hiszem, hogy a, a nevelő apján, vagy valaki azt megölte, és utána ilyen sorozatgyilkossá vált. Szóval bement a démon, amikor megölte az első embert, és onnantól nem volt megállás. Tehát ezeket meg kell állítani Jézus nevében. Következő azt a lázadás. A lázadás voltak éppen az Antikrisztus szelleme, itt már könyvet olvasom megint, Tevékenysége a tekintélye szembeni engedetlenségre, illetve tiszteletlenségre irányul. Isten tekintélyrendet épített ki, tehát itt azt mondjam, mind az otthonban, mind az egyházban, mind a civil társadalomban. Ezen felül ő maga a legfelsőbb tekintély. Ha valaki az Isteni tekintélyi rend bármely szintjén, tő, szintjén saját akaratát az Isten által megszabott tekintély fölé emeli, a lázadás démonai felé nyitja meg magát. Ha ezen a területen szabad akarsz maradni, alá kell vetned magad minden Istentől rendelt tekintélynek. Itt nagyon fontos egyébként felismerni, hogy valós tekintély legyen, ne egy varázsló legyen, vagy ne olyan legyen, aki rád akarja erőltetni, az ő hatalmát azzal, hogy ő tekinté. De aki viszont tényleg tekinté, az ugye a Bibliából ezt ki kell venni, hogy a vének, a, a családba és a szülők tisztelete, és így tovább, ezt most nem bontanám annyira ki. És van, aki tényleg teljesen fellázad, és hát meg főleg Isten ellen is, hát nagyon sokan úgy vannak, hogy hát ez a tipikus, hogy nekem nem mondja meg senki, de, de van, aki azt hogy még Isten sem mondja meg neki, mert ő azt hiszi, hogy okosabb Istennél. Szóval ezt nem is akarom boncolgatni, hát ezek démonikus dolgok. Azt mondja, uralkodás. Uralkodás démonai. Azt mondja, az uralkodó szellemek jelenlétenek tipikus esetei. Egy férj vagy feleség megkísérel uralkodni a másik fölött. Egy pásztor a gyülekezeti tagokkal szemben diktatórikusan lép fel. Egy imacsoport csoport valamely tagja uralmat gyakorol a csoport egyes tagjai, vagy az egész csoport felett. Hát ilyennel is találkoztam. Ilyennel is találkoztam. Mind a hárommal találkoztam. Mondjuk láttam, és valamit meg személyesen is tapasztaltam. Olyat, hogy egy pásztor a gyülekezeti tagokkal szemben diktatórikusan lép fel egyértelműen láttam. Ima csoport valamely tagja uralmat gyakorol. Teljes mértékben láttam ezek rosszak, ezek tényleg itt még elmondja, hogy utóbb esetben az uralkodás eszközéül szánt módszere hamis látomások, hamis kijelentések, hamis proféciák, ehhez hasonló dolgok. Ez a fajta uralkodás felér a varázslással. Varázsláson azt értjük, amikor valaki gonosz szellemek erejének tudatos vagy öntudatlan alkalmazásával próbál uralkodni másokon, azaz megkísérli rávenni őket, hogy az ő akaratát hajtsák végre. Ja, igen, itt van még az, hogy egy szülő felnőtt gyermekét akarja teljesen természetes módon uralmarat tartani. A szabadításban szolgáló személynek egyúttal az uralkodó szellemek áldozatai felé való szolgálatra is fel kell készülnie. Az ilyen elnyomás alatt álló emberre meg kell tagadtatni minden démonikus kontrollt. Ki kell jelentetni vele, hogy Jézus Krisztusban elnyert szabadság alapján, szabad minden köteléktől, és eltökélten ellenáll minden további uralkodási kísérletnek. Szabadulását követően aztán meg kell tanulni a saját akaratarét használni, saját döntéseket hozni. Könnyen lehet, hogy neki magának is szabadulni kell olyan démonoktól, mint a bizonytalanság, kisebb érzés vagy a félelem. Ugyanakkor a károsztatás szellemei arról próbálhatják meggyőzni, hogy elszakadásával nagy fájdalmat okoz annak a személynek, Akivel mindaddig oly szoros kapcsolatban állt, igen, aki varázslás alatt van, az nem mer esetleg kilépni. Tehát egy bántalmazó kapcsolatból nem mer kilépni, vagy egy ima nem mer kilépni, mert le van uralva, le van varázsolva, vagy esetleg egy gyülekezetből sem mer elmenni, mert meg van fenyegetve, hogyha innen, telmi, innen elmész akkor elveszted az üdvösségedet, vagy nem fogsz találni családot, és sokan ezért nem mernek, nem mernek döntéseket hozni, nem merik felvállalni a véleményüket. Ezt mondom én, ez nem a könyvben van. Csak itt közben a könyvet egy kicsit kibontom. Azt mondja, valószínűleg segítségre lesz szükség ahhoz, hogy az illető szemét elkülönítse a benne lévő démonoktól. Ha egy sikere jár, meg fogja tanulni, hogy szeresse a másik embert, ugyanakkor gyűlölje a benne lévő, és őt kontrollálni próbáló démonokat. Megint én mondom, Zsombor mondom, hogy nem, tényleg nem test van tusakodás, tehát nem az ember a probléma, még hogyha a gonosz, uralkodó, varázsló, domináns, egoista, imacsoportot leuraló, vagy bárkit leuraló, az az ember egy démonizált is lehet, vagy narcisztikus lehet, de meg kell bocsájtani, meg kell áldani, tehát, hogy ne, tehát meg kell szabadítani ezt sorba, de nem kell a haragudni, tehát, tehát az ördög erre kell leginkább haragudni. Tehát most nem az ember az ellenség, tehát hogy meg kell bocsájtani azért. Én úgy hiszem. És itt jön be a bosszúállás démonja. azt mondja, ez a csoport rendszerint a keserűség gyökeréből sarjadzik itt, mert megint a könyvet olvasom. Tehát a bosszúállás a keserűségből, ezek a szellemek azt az elvet vallják, hogy a rosszért rosszal kell fizetni. Nagyon érdekes jelenségeket figyeltünk meg, miközben a kisgyermekek ilyen a démonoktól szabadultak. Ha a szabadulás közben a szülő tartott tőlében a gyereket, a gyerek csípte, marta, harapta, ütötte őt. Hoppá, ez érdekes. Ez a, ezt mondom én, ez a viselkedés abban a pillanatban megszűnt, amikor a démonok kimentek. A felnőttek ezzel szemben inkább gyűlölködő megjegyzésekkel, illetve cselekedetekkel hajlamosak bosszuszumjukat kielégíteni. következő elvetettség. Az elvetettség démonai leggyakrabban még a gyermekkorban, sőt nem ritkán még a magzati élet során hatolnak be az emberbe. Ez történik a nem kívánt gyermekek esetében. Sajnos azt tapasztalom, hogy bizonyos emberek kategorikus elutasítják ennek még a felvetését is. Úgy érzik, borzalmasan igazságtalan, úgymond nem fair, ha ilyen dolog megtörténhet. De ne tévesszük azonban szem elől, hogy az ördög nem úriember, a sportból ismert fair play szabályait egyáltalán nem tartja magára érvényesnek, sőt ellenkezőleg ő mélységesen gonosz, és egy percet sem tétovázik azon, hogy egy, gonosz, hogy ő egy gonosz céljainak elérésére alkalmat kínáló szituációt a legdurvább módon kihasználjon. Valósággal vadászik az emberek úgymond Achilles sarkaira, az a gyenge pontjaira, és a támadásra rendszerint a leggyengébb pillanatokat használja ki, és amikor lenne valaki védtelenebb, vagy nem, mikor lenne valaki védtelenebb, mint megszületése előtt, illetve csecsemő korában. Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy mielőtt még megszületett volna, betelt Szent Szellemel anyjának méhétől fogva ha a Szentlélek már a születés előtt be tudta tölteni keresztelő Jánost, miért kételkedünk abban, hogy, hogy hasonló módon egy démon is be tud-e hatolni egy emberbe még születése előtt? Igen, jogos, mondom én. Tehát természetesen jogos, hát a Szent Szelem be tudja tölteni, akkor a másik dolog. Egy ízben egy terhes hajadon keresett meg, és két szolgálatot a fogantatás körülménye miatt, saját bevallás, szerint nem akarta a gyereket, mikor minket felkeresett álló, áldott állapotának már 8. hónapjában járt, a magzatból számos démon tűztünk többek között elvetettséget, amikor ezeket a démonokat tűztük a várandós hogy a fájdalmat érzett alasi tájékon, amelyek megszűntek, amint a démonok kijöttek. Érdekes dolog ez. Minden szabadító szolgált megkezdéssel a tajlatos kikérdezni a szolgálatot kérőt, nincs a problémája elvetettséggel. Ez jelenség ugyanis rendkívül elterjedt, igen erős, örökbefogadott gyerekedben benne van. Maguk az, örök, maguk az örökbefogadás szükségesítő körülmények nyitják meg az ajtót az elvetettség előtt. Az elvetettség rendszerint olyan, mint valami háromfejű szörnyeteg. Az alapot képező elvetettség szelleme mellett általában megtaláljuk az elvetéstől való félelmet és az önelvetést. Ezeknek a démonoknak a jelenléte könnyen beazonosítható akkor, az adott személy nem képes szeretetet elfogadni vagy adni másoknak. Az elvetettség keserű élménye miatt félni kezd minden további szoros kapcsolattól, tehát nem tud kötődni, mondom én, melyekben további sérülések lehetőséget látja. Tehát gyanakszik, intrikál, igen, inkább kritizálja. tehát ne, nem, nem tud kötődni, mert fél, hogy el fogják vetni. Én mondom én, azt mondja, nem meri elfogadni mások szeretetét, zárkozott lesz és távol tartja magától az embereket. Ezzel szemben, vagy ezzel azonban megnyitja a személyiségét az elvetés való félelem démonai előtt, az önelvetés tovább súlyosbítja a már így is gyötrő problémát. Amikor ugyanis valaki azt érzi, hogy az emberek elvetik, könnyen olyan gondolatai támadnak, hogy valami baj van vele, ezért nem szereti senki. Gondolatai önmaga fele kezdenek irányulni, és gyűlölni kezdi magát, ezért aki és ami ezt nevezzük önelvetésnek. határozatlanság. Ezek az, igen, ez, ezek az, igen, elterjedt szellemek az elme démonok családjába tartoznak, tevékenységük arra irányul, hogy a legapróbb döntések kapcsolatban is súlyos gyötrelmek alá helyezzék az illetőt, és megakadályozzák, hogy a tényeket józanul mérlegelve, normális módon is idő alatt döntésre juthasson. Minden döntés szituáció valóságos válsághelyzetén növi ki magát. Ez a döntésképtelenség a döntések elhalasztásához vezet, és már is a ha halogatásnál vagyunk, az illető tovább mérlegel, nagyobb lesz benne zűrzavar, kétségbe esett, frusztrált, életérzésvel szerült rajta, kompromisszumot köt a végén, a lehető legjobbnál kevesebben megalkuszik, illetve a másik módszer a döntésfelelőssége előli menekülésre a felejtés. Előfordulhat, hogy ebben a folyamatban a halogatás megelőzi határozatlanságot, így ő lesz az uralkodó szellem. Ha például állandóan azt halljuk, hogy mindjárt, mert is a halogatás szellemének a jelenlétére gyanakodhatunk. Igen, egyébként ezt most én mondom megint, hogy én ismerek olyat, tehát hívő életbe is, hogy valaki szervezkedik, de aztán nem lesz belőle semmi, de mindig a kitolja, hogy hú, majd, majd, majd jövőre ilyen evangelizációt csinálunk, majd, majd ekkor, meg, majd elmegyek egyszer közétek, de hát ebből nem lesz semmi. Ez vagy halogatás, vagy hazugság, ami meg ugye bűn. De nincs tudatában sokszor szerintem. Tehát tényleg el is hiszi, aki így ígérget, meg szervezkedik, hogy megcsinálja. Volt egy ember, most mindegy, mi a neve, hogy állandóan sze, ö, ö, így szervezkedett a fejébe, meg így tervezgetett, de mindig halogatta. Azt szerintem, hogy csak egy öncsalás volt. Na de menjünk csak vissza, azt mondja. Egy anyuka megkérje a gyermekét, hogy rakjon rendet a szobájában, mire a gyermek így felel mindjárt lehet, hogy tényleg szeretne engedelmeskedni, Hirtelen azonban a feledékenység szelleme borítja az elméjét. Amikor megfedik, így mentegetőzik. Hát elfelejtettem. Ilyenkor természetesen az anya a tekintély gyakorlására kényszerül. Ha ez a szituáció rendszeresen megismétlődik, a gyermek lakacsalázdóval válhat. Na nézzük a következőt, azt mondja öncsalás. A jobb könyvéből idézít, azt mondja, hogy övé az eltévedett, és aki tévegésre visz. Azt mondja itt a könyv, hogy az úr akkor hívta fel figyelmünket erre a versre, miközben Mr. P. súlyos problémájának sem fáradoztunk. Több mint húsz éve élt már öncsalásban, abban a hitben, hogy hamarosan a Szentháromsággal kapcsolatos, korszakalkotó szellemi kielentés birtokosa lesz. Meg volt győződve arról, hogy kielentése az egész keresztény világot majd meg fogja döbbenteni. Be is mutatta nekünk, mennyire szilárd a hisz a szóban forgó kielentésben. Gondosan előttünk egy pap... összehajtogatott előttünk egy papírlapot, majd apró darabkákat tépett ki belőle. A kitépett darabkákat aztán kihajtogatta, és azt mondta, tekintsük egyfajta jelnek, vagy levélnek. Abban hit, hogy egy szép napon képes lesz a szent Szentlélek által inspirált darabokat kitépni, és azok jelentését meg is magyarázni, amelyek egyszer is mindenkorra feltárják majd az Istenség titkát. Az önhitetés, önáltatás és kevésség társszellemek ugyanakkor arról győzködték, hogy ő, a névtelen senki, egy napon világhírű lesz. Egész problémája a gyermekkori elvetettségből nőtt ki. Apjától, aki lelkészként tevékenykedett, soha nem kapott szeretetet. A gyermek annyira vágyott volna apjának elfogadására és szeretetére, hogy megnyitotta magát az önhitetés szellemi előtt, illetve itt azt írja, hogy ezt, ezt az apjának elfogadását és szeretetét ki akarta érdemelni. Ezáltal megnyitotta magát az önhitetés szellemi előtt, amelyeknek társaik segítségével arról sikerült meggyőzni őt, hogy nem csak egyszerűen világ, hírre tehetszert, hanem, hogy ez a világ hírráadásul, egy olyan szellemi kijelentés következtében válik elérhetővé, amely apjának elismerését is ki fogja váltani. Nem kis feladatot jelentett Mr. P-nek, hogy ábrányjaitól elszakítsa magát. Rettenetesen félt attól, hogy ezzel Isten ellen védkezik. Az öncsalás hasonló esetei úgy kezelhetők, ha az adott szemét szembesítjük tévedéseivel, és megtagadtatjuk vele önállító álmait ha egy személy nem hisz többé a démonok önállító hazugságainak, képessé válik arra, hogy elnyerje és megőrizze szabadságát. Azt mondja perfekcionizmus. Rendkívül fontos a szervezettség, a rend és a legjobb képességeink szerint elvégzett munka. A perfekcionizmus démona azonban kötelékeket formál ezekből az erényekből. Gyakori eset például, hogy emberek terveket készítenek egy napra, és a tennivalókat precízen sorra vevő időbeosztást állítanak össze, de viszont ezzel a saját időbeosztással megkötözik magukat, és nem hajlandók a legcsekébb változtatásra sem. A terv tök, ugyanis tökéletes, az illető rendkívül büszke arra, hogy olyan kiválóan tud tervezni és kivitelezni. Ekkor azonban valaki vagy valami összekuszálja a számításait. Emberünketől ingerlékenyé válik mert látja, hogy nem lesz képes teljesíteni a tervet. Képtelen megfelelően reagálni a félbeszakító körülményre. Frusztráltság keríti hatalmába, és dühös lesz arra a személyre vagy dologra, amely felborította időbeosztását. Mindezzel démonok egész sorozatát hozza mozgásba. A konfliktus kívül is ből egyaránt megnyilvánul. A perfekcionizmus mögött is gyakran az elvetettség húzódik meg. Az elutasított személy azért törekszik a tökéletességre, mert így szeretne tiszteletet és elfogadást nyerni. Más esetekben a perfekcionizmus a kisebb rendőség érzés kompenzálását szolgálhatja. Vagy, most én hozzáteszem, hogyha valaki ilyen túlbuzgó, meg az és olyan szinten ilyen tech-perfekcionista, az lehet az is, hogy egy menekülés van, és egy depresszióba menekül bele mondjuk a szolgálatba. És ezért ilyen bipoláris szinten, tehát van, amikor én iszonyatosan aktív, és így ide nekem mindent, de azt azonnal, meg iszonyat nagy tervek vannak, hogy milyen nagy dolgokat akar, és utána meg a másik fázisban még teljesen passzív, és le van ülve, és el van. Tehát igen, ezek a bipoláris dolgok, ettől is meg kell kötözni, ki kell üzni. meg kell gyógyulni. Azt mondja, hamis teher, az ördög egyik kedvenc szórakozása, hogy kifárasztja a szenteket. Istennel ellentétben azért mindenből többet akar Isten gyermekeinek vállára helyezni, mint amit elbírnak. Jézus világosan kielentette, hogy az ő igája könnyű, és az ő terhe gyönyörűséges. A hamis teher viszont igen nehéz, és rendszerint kellő mennyiségű öncsalás is van a dologba bele Még az elveszett lelkek iránt érzett kegyes tudat is lehet sátán eredetű. Hoppá, ez érdekes. Isten minden célhoz megadja a megfelelő időt és a megfelelő módot is. Ha együtt mozogsz a Szentlélekkel, Ő levesz rólad minden feszültséget. Sok hívőnek szükséges megszabadulnia olyan hamis terhektől, hamis felelősségérzésekből és hamis együttérzésekből, amelyek nem Istentől vannak. Igen, most megint hozzátenném azt, hogy lehet a szolgálat is bálvány, és lehet az a ez a nagy felelősség tudat, meg a nagy világ megváltó gondolatok, az is tényleg lehet démonikus, és agyonhajszolják az embert, és kikészül. Tehát fontos, hogy ne akarjon az ember itt uh, mutatni, hogy mekkora nagy szolgáló, hanem csak tegye meg, amit a Szentlélek mutat. Ahogy Jézus is azt mondta, hogy azt teszi meg, amit az Atya mutat neki, amit nem mutat az Atya, azt nem tette. Szóval, ha nem kell, túlbuzgó, be, bepörgött, az sokszor hát az, az nem, nem jó, hogyha valaki bepörgött túl buzgó, és túl és hamis teher. És van azt mondja, itt a vallási tévegés. A vallási tévegés széles kategóriájában a hamis vallások, a keresztény színezetű kultuszok, az okult praktikák és a különféle hamis tanítások tartoznak. Aki ezek közül bármelyikkel kapcsolatba kerül, gonosz szellemek előtt nyitja meg magát, még akkor is ha ez a kapcsolódás nem különösebben mély vagy tartós. Ha egy kereszténynek valaha bármiféle ilyen vallásos tévegéshez köze volt, azt egyértelműen meg kell tagadni. Ezt követően legtöbb esetben szabadulásra is szüksége van ezeknek a szellemeknek az elnyomása alól. A vallásos tévegés démonai leggyakrabban a következő problémákat okozzák. Elmebeli zavarok, elmekötelékek, nehéz felfogás, depresszió, félelmek, fizikai fájdalmak, betegségek, hamisgők, taníthatatlanság, bibliai igazságoknak való ellenállás, különféle szellemi akadályoztatások, nehézség az imádkozásban, a bibliaolvasásban, a prédikát hallgatásában, szent lekajándékainak működésében, illetve a hit területén. És itt bejön az is, megint én teszem hozzá, hogyha hamis tanításokat fogadott el valaki, vagy szuperszellemi, vagy ilyesmi, az is ugyanez zavart hoz létre. És ezért vagy, vagy pedig hamis proféciákat fogadott el, vagy ilyesmit. azt mondja a következő fejezet, a skizofrénia. A skizofrénia rendkívül gyakori probléma. Egyes szakértők véleménye szerint az Egyesült Államokban élő skizofréniás emberek száma jelenleg elérheti az 50 milliót. Ez azt jelenti, hogy minden nyolcadik ember ezzel küzd. A cia intézetek ápoltjainak jó felét a skizofréniás esetek alkotják. Természetesen a betegség kifejlettségi foka igen eltérő lehet. Van jó néhány akut eset, míg másoknál a tünetek egészen enyhék. Számos skizofrénia semmiféle szakszerű kezelésben nem részesül, ugyanakkor az ilyen betegek kezelése az elmebetegségek szaktekintélyé számára is zavarbejtő problémát jelent. A bizonytalanság ködefedi mind az okokat, mind a lehetséges gyógymódokat. A szabadító szolgálat során is gyakran találkozunk a skizofrénia, másrész, másként demencia, prékox, és elmezavar, elnevezésű személyiség zavarral, illetőleg a személyiség széthullásával. A hozzánk szabadulásért forduló emberek körülbelül egynegyedes kizofréniás tüneteket mutat. Az úr különleges kegyelme folytán olyan pontos kijelentést adott nekünk ebben a témában, aminek segítségével hatékonyabban tudjuk kezelni az én eseteket. Mint hogy magát a kijelentést a feleségem Ida mély kapta, megkértem, hogy ezt a fejezetet ő, írta, ő írja meg. Egy alkalommal egy szára nevű hölgy fordult hozzánk, és kért szabadító szolgálatot, de több találkozás után sem mutatkozott számottevő eredmény, pedig nagyon őszintén kívánta a szabadulást. Nagyon szerette az urat, és teljes szívéből hitte, hogy a problémáira csak a démonoktól való szabadulás adhatja meg a megoldást, ezért kétségbe esetten kiáltott az úrhoz. A szolgálat során a legteljesebb mértékben együttműködött, az eredmény azonban kiábrándító volt. Pedig újra és újra eljött egy pont, amikor azt éreztük, sikerült a győzelmet megszerezni. Szara személyisége néhány napon át a stabilitás jeleit kezdte mutatni, aztán hirtelen megint felborult minden, és kezdhettük el az egészet. Egy nap azután, egy különlegesen viharos visszaestést követően, arra ébredtem, hogy az úr hangját hallom a szellememben, amely így szólt, szeretném kijelenteni neked, mi problémája, skizofrénia. Nem mondhatnám, hogy nagyon tájékozott lettem volna a témában. Főiskolán tanultam ugyan némi pszichológiát, de az év csak arra volt jó, hogy megismerkedjem az olyan alapfogalmakkal, mint mániákus depresszió, skizofrénia, paranoia, pszichózis és neurózis. Annyit sikerült felidéznem, hogy a skizofréniát más néven úgy is szokták emlegetni, mint hasad személyiség. Az úrtól a következő definíciót kaptam. A skizofrénia a személyiség fejlődésének egyfajta zavara, torzulása, illetve széthullása. A szóban forgó hölgyet nem elég csupán szaráknak nevezni, hanem szára egy, szara kettő, mert több személyiség lakik benne. Még mindig ágyban voltam, szinte még aludtam. Az úr azonban tovább folytatta a kijelentést. Azt mondta, hogy illeszem össze a két tenyeremet, ujjaimat pedig szorosan fűzzem össze. Valahogy így lehet ábrázolni a skizofréniás ember természetét. A két kéz a skizofréniás kettős személyiségnek felel meg, amelyek közül egyik sem, a igazi én. Ez a két személyiség szorosan egybe kapcsolódik. Az úr így szólt, a kezed most a skizofréniát okozó démonok rendszerét jelképezi. Ez a probléma ugyanis démonikus. Eredetű. A démonoknak egy speciális rendszere okozza, amelyek szárákban még egészen fiatal korában hatoltak be. Azt is megmutatom, hogyan működik ez az egész. Ekkor az urára utasított, hogy a két kezemet nagyon lassan távolítsam el egymástól. Az úr azt mutatta meg, hogy úgy kell a skizofréniát okozó démonokat elválasztani egymástól, és egyenként kiűzni, ahogy az ujjaim lassan elváltak egymástól. Mindez időgényes folyamat. Az illető személynek nagy megrázkódtatást jelent ráébredni, hogy személyiségének jelentős része nem az igazi önmaga. Az ilyen emberek gyakran félnek szembesülni igazi személyiségükkel. Általában a répésről lépésre hosszabb idő alatt képesek csak szakítani ezekkel a hamis démonikus személyiségjegyekkel. Meg kell tanulniuk meggyűlölni skizofrén személyiségüket, és teljesen el kell szakadniuk attól. Az úr az álmos könyvének harmadik fejezetéből a harmadik verset idézte emlékezetembe. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Ahogy az ujjaim egyenként elengedték, egymást látást kaptam arról, hogyan esik szét egy ilyen démonikus személyiség. Később az úr azt is részletesen megmutatta, hogy ebben az illusztrációban melyik új, melyik démonnak felel meg. Utolsóként a középsi ujjaimat kellett szétválasztanom, mert mint utóbb kiderült, ezek ábrázolták a skizofrénia magvát, az elvetettséget és a lázadást. Amikor ezeket is sikerült szétválasztani, az illető gyógyútnak tekintheti magát, a szabadulás folyamata befejeződött, a valódi én napvilágra került. Az uralkodó démon neve kettős vagy vagyis skizofrénia. A Biblia ezt mondja, a kettős tudatú ember minden útjába állhatatlan. Ez tehát a skizofrénia igei leírása. A magyarázó Biblia így írja, a kételméjű ember mindenben állhatatlan, megbízhatatlan és bizonytalan. A kételméjű kifejezést egy olyan összetett görög szóból fordították így, ami eredetileg két lelkűt jelent. A kijelentés másik felét néhány héttel később kaptam meg. Az úr arra kért, egy darab papírra rajzolja két kezet, amelyek újai a skizofréniát okozó különféle démonok neveit kapták, és a démonok elhelyezkedését szimbolizálták. A skizofrénia esetében az uralkodó szellem nyitja meg az ajtót a többi démon előtt, és így jön létre a személyiség eltorzulása. A skizofrénia mindig elvetettséggel veszi kezdetét, gyakran még gyermek, illetve korban, sőt nem ritkán magzati állapotban. Az elvetettségnek számos forrása lehet, előfordulhat, hogy nem olyan nem ület, vagy nem akarták, vagy nem olyan nem ület, amit szerettek volna szülők, vagy az otthonban zilát állapotok álltak fent. Számos olyan ajtó is létezik, amelyek mind az elvetettséghez vezetnek. A skizofrénia démonikus úton örökölni is lehet. Hangsúlyozni szeretném, hogy démonikus úton, tehát nem arra gondolok, hogy a vérünkön keresztül, vagy genetika által, hanem démonok által. Ez más kifejezéssel élve, a démonok fajfenntartási ösztöne. Mindenhez egy családon belül kínálkozik a kézenfekvő terep. Vegyünk például egy skizofréniás anyát. A démonok előszeretettel választják ki egyik vagy több gyermekét is, hogy bennük tovább élhessenek. A skizofréniás anya küzd az elvetettséggel, ugyanakkor ő a családon belül a szeretet első számú múzgaturgója. Ő érinti meg, ő gondozza, ő dédeget az újszülötteket. A benne élő elvetettség azonban előbb-utóbb problémákat hoz létre a gyermekével való kapcsolatban is. A gyermek tehát az anya instabilitásán keresztül megnyílik az elvetettség felé. Hangsúlyozni szeretném, a skizofrénia mindig az elvetettségben gyökerezik. Természetesen nem lesz mindenkiből, akiben az elvetettség démona van, szükségképp skizofréniás. A kérdés az, hogy a démon jelenléte milyen mértékben befolyásolja a személyiség kialakulását. Megtörténhet, hogy valaki az elvetettség szelleme ellenére képes kialakítani saját személyiséget, és eljut a magabiztosság kellő fokára a skizofréniás személy ezzel szemben folyton tépelődik. Ki vagyok én? A valódi én identitása összezavarodik, vagy elvész teljesen. A skizofréniás ember egyik személyiségének uralkodó démona az elvetettség. Az elvetettséggel küzdő ember visszahúzódó személy. Voltak éppen egy érzésről van szó valahol belül, a szeretet utáni sóvárgásról, egyfajta bizonytalanságról, az egész mélyen legbelül zajlik, én ebből inkább kimaradok. Ez tehát a démonok által kialakított egyik személyiség. Én ezt hozzátenném, hogy a másik véglete, hogy viselkedik, az pedig magamutogatás. Narciszti, narcisztikusan előtérbe helyezi magát, bizonygatni akarja, hogy milyen okos, milyen jó, milyen nagy ember. Esetleg ezzel egy másik démon hozzá csatlakozik, ahogy itt el lett mondva, hogy egy olyan kijelentést vár, vagy mennyi találkozást vár, ami által kiemelkedhet jobban a hívők és kap az ördög egy hamis ö, látomást, vagy, vagy, egy hamis kijelentést, és arra akar alapozni egy nagy tekintét. Ez is elvetettségből fakadhat, ha nem valós. A másik, a démonok formát a személyiség, a lázadás. Ha a gyermek az öt körülvevő személyektől nem kapja meg a kellő szeretetet, felnőtt korában nem lesz képes szeretetet érzékelni, és a kapcsolataiban nem lesz képes szeretetet megosztani. A szeretet helyére lázadás lép, az illető elkezdi kiharcolni magának a szeretetet, dühös kirohanásokat végezhet azok fel, akik megfosztották őt a szeretettől. A lázdás leggyakrabban makadságban, akaratosságban, önzésben juthat kifejezésre, vagy jut kifejezésre. Így bontakozik ki egy másik személyiség, amely távolról sem zárkózott, vagy visszavonult. Ellenkezőleg agresszív, kit harak kitörései vannak, keserűség, nehezten gyűlölet, és állás. A skizofréniás személy a szó legszorosabb értelmében ennek a két ellentétes erőnek a befolyása alatt áll. Egy pillanat alatt képes átváltani az egyik típusú személyiségből a másikba. Az úr azt ajánlotta, hogy a szobanforgó skizofréniás hölgyet szarák egyként, szarák kettőként közelítse meg, ahol a szara egy a valóságos, a szarák kettő pedig a két ellentetés részből összetevődő skizofréniás személy. Így tehát összesen három különböző személyiségből áll össze a kép, az igaziból, az elvetettből és a lázadóból. Röpke fél óra elég lehet ahhoz, hogy mind a három külön-külön megnyilvánuljon mondanom sem kell, mekkora zűrzavart okoz ez az adott egyén és környezete számára. A kezek egyike sem az igazi személy, tehát az igazi én a rajzok, a karok között a rajz alján szerepel. A démonok ugyanis nem engedik az igazi ént kifejlődni. A skizofréniás személy nem ismeri saját magát. Ahhoz, hogy egy skizofréniás valóban meg tudjon szabadulni, Jézusra van szüksége az igazi énnek. Arra van szüksége, hogy Jézus kezdjen növekedni benne, formálja olyan, amilyenné akarja. Ezért van szükség egy skizofréniás teljes szabadulásához hosszabb időre. Rendszerint hónapokra, de sokszor évekre is. A szabadulásnak a valódi én fejlődésével egyensúlyban kell folytatódni. Nem szabad kapkodni, elkapkodni, mert úgy az illető támasz nélkül maradhat. Ha egy skizofréniásból hirtelen minden démont kiűznénk, teljesen elveszettnek érezhetné magát. A valódi ennél való azonosulás időt vesz igénybe, és skizofréniás természet felszámolásával párhuzamosan, az igazi személyiségnek kell. Ki, ki kell bontakoznia, hogy beléphessen annak helyére. Nézzük meg egy példát, mi történhet, amikor egy skizofréniásban beindul a szabadulás folyamata. Elő vagy utóbb bejön a pillanat, amikor meg kell tanulnia, alávetni a magát egy legális tekintélynek. Óriási próba előtt áll. Egy adott helyzetben engedelmesen kell viselkedni, ez azonban korábban nem volt rá jellemző. Most mi legyen? Visszacsúszom az elvetettségbe, zárkozzon be a szobájába, temesse a párnájába az arcát, ne álljon szóba senkivel, hogy visszesen a lázadásba, legyen dühös, dacos, vagy makacsolja meg magát, vagy engedje, hogy Jézus természete kiábrázolódjon, együttműködjön, engedjen a tekintélynek, vesse alá magát. Neki kell döntenie. A jó döntés csak az lehet, ha elszakad a démonok tanácsaitól, és felrúgja az eddig megszakott viselkedési sablonokat. Ehhez azonban az igazi énnek kellő erőre kell szert tennie Krisztusban, hogy a helyes döntést kivitelezhesse. Az illusztráció felső részére a két kéz közé egy stilizált örvényt, hogy hurikát rajzoltunk. Skizofréniás folytonosan viharokat támaszt maga körül. Ezek a viharok teljesen magával ragadják, a kívülállóknak pedig ezekhez kell viszonyulniuk. A külső reakciókat jelképező nyilak egyike másikára hasonló örvényeket, illetve hurikánokat rajzoltunk. Ugyanis ha a partner ugyancsak instabil személyiség, a viharok összekavarodnak. A helyzet így módon összetetté válik. Vihar a viharban. Rajzoltunk azonban normális egyenes nyilakat is, ezek azokat a stabil személyeket képviselik, akik a hurikához higgadtan megfontoltan tudnak viszonyulni. Az ilyen ember különösebb sebek vagy sérülések nélkül képes a viharokat átvészelni, és nem ragadja magával a felfordulás. A szabadító szolgálatot végző személynek ilyen egyenes nyírként kell a képbe belépnie. Az ilyen viharos periódusok formálják ki és hajtják egyre mélyebbre és mélyebbre a keserűség gyökerét. Most nézzük végig, hogy mit képviselnek a balkész többi újai, a gyűrűsű, a Az úr megmutatta, hogy ez a démon a szeretet után kutató szemét a világgal összeházasítja. Kévágynak is az elvetettség a gyökere. Ha az illető az arra rendelt megfelelő csatornákon keresztül nem kap szeretetet, testi természete a maga sajátos elképzelései alapján hajszolni kezdi, de már az érzéki szeretetet, ez nyitja meg az ajtót a kévágy démona előtt. Kísérő szellemként gyakran ott találjuk a szexuális fantáziálást, aminek hatására az illető vagy a vászon hős szerelmesének képzeli magát, vagy szexuális élményekről kezd fantáziálni konkrét cselekedetek helyett vagy kísérőjeként a prostitúció szelleme nőkben eleinte leginkább az öltözködésben, kívó viselkedésben nyilvánul meg, végül pedig a szexuális perverziók az elvetettség legyőzésének szélséges kísérleteiként vannak jelen. Sem a valós, sem az elképzelt szexuális élmények nem képesek kielégíteni az igazi szeretet utáni éjséget. Ezek az ördögi pódszerek csak arra jók, hogy az illető frusztrációval, bűntudattal telítődjön általuk. A bal kéz kisúlya bizonytalanságot, illetve a kisebbség érzést jelképezi. Ez az elvetettség újabb megjelenési formája. A magát mélységesen elvetettnek érző személy ugyanis előbb-utóbb elbizonytalanodik, kisebb rendőrségi érzések kerítik hatalmukba. A bal kéz mutatója az önvádnak Felel meg. Ez a démon az ember saját maga ellen fordítja, szétzúzza benne saját személye fontosságának érzését. Azt találtuk, hogy az esetek többségében az önváltóhoz egyfajta megvallási kényszer is társul. Ha egy, például az adott személy valamilyen érköztelenséget követett el, nem nyugszik addig, amíg bűnét meg nem vallhatja. Ezt a megvallást azonban azoknak szereti tekteni, akitől leginkább várja a szeretetet. A benne lévő démon arra ösztönzi, hogy ezzel a sok terápiával próbálja az emberék figyelmét kikényszeríteni, remélve, hogy így valamiféleképp szeretett pótlékot talál. Nézzük most végig az illusztráció jobb kezének ujjait. A középső újon a lázadás felirat szerepelt. Amint láttuk, a lázadás a démonok formáta egyik hamis személyiség alapmagatartása. A démonoknak ezt a csoportját úgy is felfoghatjuk, mint az elvetettséget kompenzálni kívánó szellemeket. A lázadás ugyanis épp az elvetettség ellentét párja. Az egyik expresszív és szilaj, a másik zárkozott és bizonytalan. A jobbkéz gyűrű súly az önakaratot jelenti meg. Ez a démon önző kívánságokkal házasítja össze skizofréniást. Így ajtó nyílik a makadság, önzés, taníthatatlanság felé. Ebben megint csak az elvetettség kompenzálását figyelhetjük meg. Mint hogy az illető elvetettségben vagy elvetettségtől való félelemben szenved, úgy érzi dédelgetnie kell önmagát. Elvetettségét, tehát szönös kívánságok előtérbe helyezésével igyekszik legyőzni. A mutató elnevezése vádlás. Ez is kompenzáló démonoknak egy típusa, amely a figyelmet igyekszik elterelni az elvetettségről. A belső tépelődést azzal igyekszik feloldani, hogy a figyelmet mások hibáira hívja fel. A bal kéz mutatója az énre mutat, én vagyok a hibás, míg a jobb kéz mutatója mások felé, te vagy a hibás. A vádlás démona társzállamként rendszerint magába hozza az ítélkezést. A jobb kéz kisújja az öncsalás kísérői, az önállítás, önhitetés, kevésség. A három önös démon duzzasztja nagyra a kevésséget. A kevésség újabb kompenzálási kísérlet az elvetettség ellenében. Az elvetett ember szeretné fontosnak érezni magát. Az önállítás szelleme akkor így szól hozzá. Te tényleg vagy valaki. Valóságos szellemi óriás vagy. Vagy bármely más területen. Rendkívüli tehetség. A sérült ego ettől rendkívül tesz szert. Az egész azonban teljesen démonikus, így még csak nagyon frusztrációhoz, csalódottsághoz vezet. Szolgálatunk során találkoztunk olyan esettel, amikor az öncsalás szelleme egy 13 éves lányt arról győzött meg, hogy ő már 19 éves ez az idősebb személy más néven is szerepelt. A kislány megkísért úgy gondolkodni, beszélni, viselkedni, mint az élethölgy, messze túllépte adottsága és természetes érettsége határait mindez nagyban hozzájárult állapot a súlyosbodásához. A kijelentés során az úr azt is megmutatta, hogy a hüvelykujjak a skizofrénia paranoid fázisát jelentik. Ennek egyik az elvetettségben gyökerező részét a balhüvelykuj képviseli. A társszellemek ezen az oldalon a féltékenység és irítség. A kapcsolataiban a kölcsönös szeretet nélkülöző személyek, féltékenyek, irigyek lesznek azokra, akiknek sikerül a megfelelő szeretetet átélniük. A lázdó oldalon ezzel szemben ott találjuk a bizalmatlanság, gyanakvás, félelmek és zaklatás démonait. A démoni csoport egy további tagjának az a neve, hogy konfrontálni bármi áron. A bizalmatlanság és gyanakvás egy idő után odáig fajul a szemében, hogy konfrontálni kezd másokkal. Egy-egy ilyen szembeszállási kísérlet után a belülről jövő nyomás egy időre valamennyire enyhül, a megtámadott személynek viszont épp elég munkát ad az okozott lelki sebekkel. A paranoid démonok hatás alatt cselekvő személy meglehetősen érzéketlen arra, hogy milyen sebeket ejt másokban, ezzel szemben hiperérzékeny az ellene irányuló legkisebb vért vagy valós támadásra. Ez Ezek, a kezekkel és újjakalábrázott kijelentés abszolút pontosnak bizonyult a skizofréniások felé való gyakorlati szolgálat során. Minden részlete beigazolódott. A balkézben található démonlista egy válogatás és kizofréniás esetek elvetettség oldalának gyakrabban felbukkanó szellemeiből. Ezek kombinációja természetesen esetenként más lehet. A felsorolás távolról sem kimerítő, inkább csak gondolatébresztő célzatú. Annyi azonban ebből is megfigyelhető, hogy a balkézen felsorolt démonok valamilyen módon kapcsolatba hozhatók az elvetettség háromságával. Az elvetettség elvetéstől való félelem önelvetés. A jobb kézben felsorolt démonok között olyanokat találunk, mint a kontroll vagy uralkodási vegy. Ezek közvetlenül kapcsolatban állnak a lázadással. Mert mint a varázslás bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás, a bálványimádás az ellenszegülés. 1 Sámuel 1523. Ezt az igét kétféleképpen értelmezhetjük. Először is, Isten előtt a lázadás utálatos bűn, mint a varázslás. Ugyanakkor, a lázdó természet szoros rokosságban áll a varázsló magatartásával. A varázs lesz célja mindig valamiféle kontroll, uralom megszerzése, más személy vagy személyek akaratának leuralása. Gonosz szellemek segítségének tudatosan vagy az illető személy tudván, tudtán kívül történő alkalmazásával. A lázdás gyakran torkollik e fajta kontrollba. Nézzük tovább, mit találunk a jobb kézben. Az egyik legfontosabb a keserűség gyökere minden ember élete tele van konfliktusokkal. Számos olyan dolog történik, és rengeteg olyan szó elhangzik, amelyekre megbocsájtással kell reagálnunk. Itt jön azonban a skizofréniás személy problémája. Ő képtelen megbocsájtani, mert a meg nem bocsájtás szelleme benne van. A 30 évvel ezelőtt történt dolgok a mai napig is épp, hogy elevenen élnek benne, mintha csak egy perccel ezelőtt testek volna meg. A keserűségnek ebből a gyökeréből nő ki a neheztelés, gyűlölet, méreg, bosszú, erőszak, gyilkosság. Ezeken kívül a keserűség gyökeréhez még számos más démon is kötődhet. Hogyan tud egy skizofréniás mégis kikászálódni ebből a szövevényből? Három fő meghódítanó terület. Elvetettség, lázadás, keserűség gyökere. Ha ezen a három területen sikerül győzelmet elérni, az illető személy házát, életét be kell tölteni a szeretet adásával és elfogadásával. A legális tekintélyekhez alkalmazkodással, körülményektől független, feltételékül megbocsátással mindenki felé. Ha ezen a három területen győzni, győzelem van, az ezekhez kötődő szellemek erőket vesztik. A teljes szabaduláshoz azonban nagy elszántság szükséges. Az a személy viszont, aki folyamatosan ezen az állásponton van, meg akarok változni, nem engedem, hogy démonok uralják az életemet, el fog jutni a győzelemig az illusztráció alsó részének ezek között látható emberke az igazi én, ahogy a szabadulás idővel egyre nagyobb mértékben megvalósul, az igazi énnek fel kell növekedni, hogy a nyilak mutatják, és el kell szakadni a hamis kizofrén személyiségektől azáltal, felszámolja a kapcsolatot minden befolyásukkal, minden olyan dologgal, amit azok képviselnek. Az igazi énnek Jézus Krisztus természetét kell magára öltözni. A sikeres szabadulásnak nélkül ezt részét képezik az olyan szellemi gyakorlatok, bibliatanományozás, ima, böjt, dicséret, keresztényekkel való közösség. Ez a fajta szellemi tevékenység egyúttal a szabadulás folyamatát felgyorsítja, mivel ezekben az módokon, ezeken a módokon az illető élete megtelik Jézus Krisztustól származó pozitív dolgokkal. Mindez igen kemény munkát követel, mind a skizofrén páciens, mind a szabadításban szolgáló személy részéről, minden elismerésem azoké, a skizofréniásoké, akik keresztül veresztik magukat a győzelemig. Az ilyen győzelmeket minden más szabadulásnál többre értékelem. és skizofréniából való szabadulás a legmélyebb, legteljesebb követelő, és a legegyértelmű szabadulás, amelyel valaha is találkoztunk. Igen, én ehhez annyit hozzátennék, hogy fontos az, hogy egyébként Jézus egy szavával üzte ki a démonokat, ami legtöbb az betegség volt. Itt már azt volt, tehát ebben a könyvben, amit itt olvastam, itt egy kicsit már bonyolítva van a dolog, de figyeljetek a Szentlélekre, hogy mit mond ezzel kapcsolatban, hogy mennyire valós ez, amit írnak, hol van tévedés esetleg, hiszen tükör által ők is homályosan láttak, és lehet ez téved, lehettek tévedések is. Jézus a példa és az ige, illetve azzal is vigyázzatok, és kérem is magamra is rátok is a Jézus nevében, oltalmat, védelmet, vagy a sátán nem kell kutatni, nem kell démonokat kutatni, keresni, meg ilyen démoni kuszasságokat állandóan kikutatni, mert ebbe bele lehet úgy bonyolódni, hogy ez már nem Istentől van. Itt is esetleg én is azt mondom, hogy fölmerül bennem is, hogy esetleg túl lett itt egy kicsit ez már itt elemezve, és már esetleg azt is démonnak mondja, ami tehát esetleg egy mondjuk egy olyan érzelem, ami egyszerűen testnek a cselekedete, vagy ilyesmi, ezt vizsgáljuk meg. A Bibliában ez hogy van leírva, hogy működik, ezt csak a Szent, szent lélek tudja, a Szent Szellem tudja kijelenteni, ez nem emberi okoskodás által van, és Azokkal is vigyázzatok, akik ilyen démon szakértőknek adják ki magukat, és már mindenhol démont látnak. Figy Figyeljetek a szentlelekre, a belső bizonyosságra, hogy miben van, van békességetek, és nyilván azok is vigyázzatok, akik viszont teljesen tagadják ezeket, és ilyen hitetlen materialista, illetve nem, hogy ezeket nem, akik már hitetlenség és a az isteni csodáknak a tagadásában vannak, és akkor így ezt a témát nem akarják tanulmányozni, és az a lényeg, hogy, hogy a szent Lektől kérjünk kérünk kijelentést, Istentől kérjünk, kijelentést ezekkel kapcsolatban ezekkel a dolgokkal. De a lényeg az, hogy ne féljünk soha, mert hatalmunk van a démonok fölött, és nem bonyolódjunk annyira úgy bele, hogy a sátán mélységeinek a dolgaiba, hanem annyira bonyolódjunk bele, amennyire csak az úr akarja józanul bölcsekedjük, és nem a levegőt hanem a, a tényleg. A, a, a sátánt és a démonokat illetve a démonokat űzzük és hatékonyan, és tényleg ne a levegőt hanem a, tehát ezt kérem a Jézus Krisztus nevében, és nem, nem kell félni, vagy nem kell ezt, ezt a témát annyiban ö, ö, állandóan előhozni amikor nem kell előhozni, tehát figyeljetek a Szentlélekre, és az Úr békessége legyen azért mindenképpen veletek ezzel kapcsolatban is, és kérjetek békességet, kijelentést velem együtt, én ezt kérem Ádás kívánással, salom!